cross-eyed man, he said to me, let it rain or let it pour, but I don't care. Let it rain or let it pour. Giuliano Gemma, Viziano Tu. I've been here and I, if the sun won't shine. Ben és Charlie. I'm me a friend. I call my friend. George Eastman Selmeciről ad. További magyar hangok. Józsa Imre, Hankó Attila, Kránic Lajos, Galambos Péter, Úri István, Pap János, Szokolai Ottó, Halmágyi Sándor, Kocsis Marian. Grab me a ride, we're riding blind, going down the county line. Let it rain or let it pour, I can hear the people say, play your song, it won't take long, like a natural ragtime band. Big leg eyed, she can't get high, she just sit. Írta Sergio Donati és Luigi Montefiori. So we've been told. Cross-eyed man, he said to me, let it rain or let it pour. Fényképezte Aristide Massacesi. If the sun won't shine, I've been here and I've been there. Time band. Zenét szerezte Gianni Ferrio. I call on my friends. Let it rain, I said, let it pour. I don't care if the man snores. West of the great divide. Rendezte Michele Lupo. Let it rain, let it pour. Or I just don't care, I'm talking now. Let it rain, let it pour. Ott lent vár egy pisztoly már 3 napja. Csak nem haragszik rád. Igen. Miattam van itt. Megesküdtem volna rá. Biztosan türelmetlenül várt már. Ha vissza akarsz menni a cellába, ne kéresd magad. Ő a legjobb barátom. Lehet. A mielőbbi viszontlátásra. Hello, Charlie. Szervusz, Ben. Az életben a legfontosabb dolog, hogy találj egy barátot, aki kinyújtja feléd a kezét. Úgy látszik, kissé ideges. Tudod, hogy jól nézel ki, Charlie? Jó formában vagy. Tévedek, vagy nőttél még egy kicsit? Ez a rossz szokása. Charlie, öreg barátom, én nem tudom miért, de az az érzésem, hogy egy kicsit mérges vagy rám. Mi? Egy kicsit mérges? 2 éven bekerült, amíg félretettem azt a 3000 dollárt, és te egy nap alatt elherdált! Az egy befektetés volt! 20 000 is lehetett volna, ha sikerül még egyszer elapni a nyájat! Te nem pont annak kínáltad volna, akit átvertünk! Mert megnövesztette a bajuszát, nem ismertem fel! És aztán kiment a börtönbe, he? Ki fizetett meg érte? Én fizettem meg érte, csak is én! Te még el sem kezdted a fizetést! Charlie... Ha így folytatjuk, veszekedéssel fog végződni.
Nem végződik, most kezdjük! Tudsz rendesen verekedni? Hát miért nem mondtad rögtön, hogy bunyózni akarsz? Aj! A rúgás ér? Persze, minden ér! Hopp! Véged van! Támaszkodj bankóra! Honnan kívánsz megrövidülni? Rajta mondjad! Letépjem a fejed, vagy eltörjem a gólyalábad! És ez a kegyelemütés! Sportszerűtlen vagy! Ez beszélj, csak beszélj! Még provokálsz is! Nem bocsátok meg neked! Ostrom! Gyönyörlés! Ballal behúzni! Jobbal fordulás! Soha nem hal meg! Még egy jobbos! Na mivel részeg vagy? Látszik, hogy már alig állsz a lábadon. Mamma mia! Levertelek, mi? Tréfával és nevetéssel töltöttük a délelőttet. Charlie, na mi van, megsértődtél? Tudod, a börtönben egy csomó új ötletem támadt. Megesküdtem volna. Óriási ötlet. Elég a nyomorúságos tengődésből, elég a hamis kártyázásból, lopásokból, negyedosztályú csalásokból. Alapítsunk egy társaságot. Nézd, ebben az országban mindenhonnan arany folyik. És két ilyen ügyes alaknak, mint mi, csak össze kell gyűjtenie. Te leszel a kar, én az ész. Mi lesz majd ebből? Egy kétszemélyes koporsó. Hé! Hey! Charlie! Hová mész? A lehető legmesszebb attól a szétesett körhintától, ami az agyad helyén van. És a társaságunk? Feloszlott, és mivel a hasznot nem tudjuk elosztani, elosztjuk az utakat. Én éjszakra, te délre! Yeah! Világos? Nagyon is! Ki akar téged? Négy olyan társam lesz, mint te! 5! 6! 7. Az igen! Elvitte a pénzedet! Hát még ilyen! Tegyük fel! Na vár, visszanyerem tőle! Figyelj! Na! Mi lesz már? Dobj már! Kezdjük! Hey,
A fiam Bill gyenge elméjűnek született, lutapa van és nem ért semmit. Tetves és egy kicsit undorító is, ezért beirattam egy cserép képzőbe. A fiam Bill gyenge. A közeli viszontlátásra. Fizetés az áru átvételekor.
megcsináltam! Menj a pokolba! Eleget vesztettem. Elmegyek. Viszkit. Egy sört. Rosszul ment? Még hogy rosszul. Ül egy gyalog az asztalnál, akinek rohadt szerencséje van. 2000 dollárt nyert tőle. Szerencséje? Feltűnés nélkül kövessen. Jöjjön! Jöjjön! Ki az? Ronda neveletlenek, foglalt! Hallgasson, azt akarom mondani. Ez egy árnyékszék, vagy egy váróterem? Foglalkozzon a saját dolgával. Éppen azt csináltam. Az az alak nem csak nagyon szerencsés, hamis kártyás. Honnan tudja ezt maga? Elég volt látnom, ahogy mozog a válla. Én megölöm. Ne legyen meggondolatlan. Így nem kap vissza tőle egy centet sem. Nem. És mennyi pénze maradt? Kevés. Kevesebb, mint 500 dollár. Jól van. Ajánlok egy üzletet. Ezt adja ide. Miért? Én leülök ahhoz az asztalhoz, és visszaszerzem a 2000 dollárját. Amit a fölött nyerek, az az enyém. Benne van? De hogy fog nyerni egy csaló ellen? Nyilvánvaló. Jobban csalok a csalónál. Rajta! Döntsön! Nem ismerem magát. Akkor? Jól van, fogja. De figyeljen oda, mit csinál. Már nyert is. Igen. Egyszer az életben érezd magad milliómosnak. Nincs ellenvetésük, ha átadom a helyem egy barátomnak, igaz? Bocsánat, de én nem... Fél? Nem hagyhatom ki ezt az alkalmat. A világ minden kincséért sem. Kicsit könnyűnek érzem ezt a paklit. Hiányzik egy lap. Hideg. Hideg. Melegszik. Meleg tűz. Nézd csak, hova tűnt. Ki gondolta volna? Csak az a barom, aki oda tette. $5. $20. $50. Pardon. $100. $200. Ezek megbolondultak. 200. Intézzétek el egymás közt. Lapot? Egyet. Felülről. Persze. Három. Százzal emelem. 300. 500. 500-at mondott. Oh.
Ne, Gertrud néném ajándéka. Hétszáz. Ezer. Elégedett lehetsz. De ez nem. Svájci? Mindkettőnek egy ásza van. Mindkettőnek két ásza van. A fenébe. Mindkettőnek három ásza van. Döntetlen. Hogy döntetlen? Nem látod, hogy hat ászuk van? Fejenként három. Döntetlen, nem? Figyelj már! Csönd! Döntetlen! Csalók! Egy moment! Nem értetted meg, hogy a négy ász trükköt csinál? De mit csináljak, amikor nekem a négy ász tényleg bejött? Vágod bele, hogy itt alatt! Sok árnyékséget látom már életemben, de ilyen zsúfoltat, mint ez, még harsona is van. Jöjjenek be! Jöjjenek csak! Én akkor sem mozdulok innen, szorulásom van! Köszönöm, ugyan semmiség. Figyelj, Charlie, én elmegyek. Te mit csinálsz? Szalád ki. Ez a postakocsi délre megy. Te felszállsz erre, és az utolsó megállónál szállsz le. Én megvárom az éjszakra menőt. Világos? Persze. Menj délre, menj, ahova akarsz. Tudod, mit gondolok? Egy éhen kórász vagy. Egy ágról szakadt. Egy nyomorult tyúktalvaj. És még? És még? Csak ennyi. Ki tudja, talán 50 év múlva, amikor egy ágról szakadt, nyomorult tyúktolvaj leszek, emlékezni fogok egy 20 évesen átlyukasztott szájhősre. Nézzel rám, szépségem! Már 100 mérföldet megtettünk együtt. Az út nagyon hosszú, és még messze van San Diego. Mi rossz van abban, ha egy kicsit közelebbről megismerkedünk? Meghívhatom egy pohárka ánizslikőrre?
Ne féljen! Ne essen pánikba! Minden ellenőrzés alatt áll. Minden lépés végzetes lehet. Öreg Bölény hadiösvére lépett. De öreg Bölény nem halt meg? Soha ne bízzon egy indiánban. Bocsánat, hogy jöjjön az irodámba, jöjjön! Ne érjön hozzám! Nem, dehogy is! Miféle iroda ez? Segítség! Szép napunk van, igaz? Ha kevesebb légy legyeskedne itt, akkor... Ez alkalommal egy fehér légy. Egy fehér légy. Ezekben a rongyokban és a kosz réteg alatt nehéz megkülönböztetni a színeket. Ez egy álöltözet. Ó, gratulálok, tökéletes. Pedig egy ágról szakadt éhen kórász. Nyomorult tyúktolvajnak látszik. Túlságosan jó, igazán nagyon jó, asszonyom. Elnézést kérem. Tudja, az az érzésem, hogy mi már találkoztunk. Nem is téved, uram. Egy pap előtt álltunk. Én azt mondtam, igen. És ő nem mondott semmit. Mindaz, ami önből maradt, csak egy porfelhőcske volt a horizonton. Csak nem orroltál meg rám emiatt. Oh, dehogy is. Sőt, nagyon szerencsés vagyok, hogy elhárult a veszély. Sarah, semmit nem változtál. Te sem, Ben. Igen, de én bókoltam. Én meg nem. Figyelj csak, mi jót csinálsz mostanában? Jót? Ugyanaz a mesterségem, mint amikor megismertél. Kurva vagyok, kedvesem. A nagy Ben Bellew. Félelmetes a verekedésekben, rettenthetetlen a lövöldözésekben, de fél a szavaktól, az igazságtól. Igaz, Ben? Hagyd abba, ne kezdjük újra. Nyugodj meg. Semmi kedvem hozzá. Látod, azt sem kérdezem meg, te mit csinálsz most. Semmi szükség rá. Tudom. Rohansz, mint mindig. Meg vagy győződve, hogy valami fontosnak vagy a nyomában. Pénznek, dicsőségnek, sikernek. Az az igazság, hogy te sem tudod. Azt hiszed, hogy kergeted. Pedig csak menekülsz. Menekülök, Sarah. Te nem tudod, mit érzek itt belül. Soha nem akartad, vagy nem tudtad megérteni. Mintha a kezemben lenne egy váltó, amire ráírták. Ben Bellew-nak joga van szabadon, gazdagon és boldogan élni. És én meg akarom találni azt a fattyút, aki aláírta, hogy mindent ideadjon, ami megillet engem. Lehet, hogy rájössz, hogy ez a fattyú egy fekete köpenyben kóborló alak. Kaszával a vállán. Vállalom ezt a veszélyt. Te is postakocsival utazol? Nem, én nem. Nekem itt van a lovam is. Nevetéssel és tréfával töltöttük el a délelőttet. Figyelj, Ben. Van nálam $200. Nincs szükségem rá, igazán. Jól fizetnek ott, ahová megyek. Ugye most csak viccelsz? Ne tévessze meg a külsőm. Egy jó üzletben vagyok érdekelt. Te nagyon kedves vagy. De ha van valami, amire nincs szükségem, akkor az a pénz. Indulás!
Meg! Adj még 2 hónapot, és egy reggel az ajtód előtt találsz egy hintót 10 fehér lóval. Kinyílik az ajtó, én állok ott finom ruhában, ilyen hosszú szivarral, és dollár szőnyeget terítek elé. 2 hónap, legfeljebb 3. Megvársz, Sarah! Megvársz! Késted a postakocsit? Az az én dolgom. Ki akarod húzni a gyufát? Gyere be! Lejátszhatunk egy partit, amíg várunk a következő postakocsira. Hogy várunk? Csak nem gondoltad meg. Az az én dolgom. Ki akarod húzni a gyufát? Én? Nem, társam. Nem. Nem. Felébe. És ha találkoztam volna öreg bölénnyel, mi történt volna? Ki rejtette el a postakocsit? A postakocsi! Jó ember, nem látott egy postakocsit? Látod azt a porfelhőt? Igen, uram. Ha, azt kövesd. Abban van a postakocsi. Roppant hálás vagyok. Nagyon kedves uram. Kocsis! Postakocsis! Öreg Kocsi 20 percig áll. Oké. Gyere, menjünk be mi is. Megdöglöm a szomjúságtól. Jó lesz egy ital. Víz, ha találsz egy szökőkutat. Ki van számolva a pénzünk főnixig? Na, leliszuk és itt maradunk. Hogy megszámoljuk a legyeket? Szerinted mit lehet csinálni egy ilyen porfészekben? Főnix legalább egy nagyváros. Tele hülye pénzes zsákkal. Ott majd kitalálunk valamit. Valamit? Ha lenne egy pisztolyom, a hülyéket itt is megtalálnám, nyugodj bele! Igen, de szerencsére nincs, és ez engem nagyon megnyugtat. Hova mész? Megyek, megnézem a pisztolyokat. Nincs olyan törvény, ami megtiltaná, nem? Na, Istenem, én leszórakozom!
A csöve. Hibás. Lehetetlen. Mutassa. Jól lát? Tökéletesen. Még a golyót is látom a tárban. Jól van. Most nézd tovább erősen, egy mukkanás nélkül. Különben a szemedbe röpítem a golyót. Senki ne mozduljon! Csönd legyen! És ki beszélt? Akkor is csönd legyen! Fel a kezekkel! Menj hátrébb! Hátrébb! Te gyere előre! Gyerünk! Rajta! Ebbe tedd a pénzt! Segítsetek! Is. Gyorsan! Charlie! Mit csináltál? Talált ki! Bankrablás! Fogd! Fogd te! Mi történt? Oda nézd! Vissza! Menjenek be! Mindenki befelé! Menjünk már, menjünk! Köszönöm, barátom. Jó lövés volt. Téged kellett volna fejbe lőnöm. Sherik, mutassa! Jól van! Nem számít. Hamar hívjatok férfiakat. Lóra mindenki! De meglőtték a csapatát, Sherik. Mindig tudok. Nyugalom. A pénzük azon a postakocsimban. Akinek vérfolyik az erejében, az velem jön. Megleckésztetjük azokat a gazembereket! Előre! Gyerünk!
gondolkodj egy kicsit. Ha azt mondtam volna, lopok egy pisztolyt, kipakolok egy bankot és visszajövök, te mit válaszoltál volna? Azt, hogy bolond vagy. Pontosan. Így inkább megleptelek. Nem volt könnyű. De minden jól ment, nem? Minden jól ment. Te aztán gátlástalan vagy, akaratom ellenére bandita lett belőlem. Gazdag lettél. Hagyd abba a nyafogást, és számold meg, mennyi pénz van a zsákban. A fele a tiéd. Elégedett vagy? Hé, Ben! Igen? Megszámoltad? Igen. És mennyi? Kb. 20. A mindenit. 20 000? Nem, 20 lovas. Őket. Jó ötlet volt, nem? Ha még egyszer ilyen agyalágyult ötlet jut az eszedbe, örökre megemlegeted. Ez rád is vonatkozik, különösen amikor bankokról van szó. Még a légzümmögésétől is félsz. Olyan vagy, mint egy klimaxos öreglány. Ki keresne minket? Már eltelt egy hónap. A pénzt visszaadtad. Ne foglalkozz már vele. Na ide figyelj, szép hableány. Semmi kedvem tiszta kézzel börtönbe jutni. És ami a tisztaságot illeti. Emeld ki a segged abból a dézsából. Most én jövök, na gyerünk kifelé. Mosásra adtad a fejed? Nem vagyok büdös paraszt, mint te. Te kimostad a gatyádat? Én úr vagyok. Alsó neműt nem használok. Jó estét. Milyen szép az idő. Mamma mia.
Nem mozdulj, mert kinyúvasztunk. Na de, uram! Keressétek meg a másikat, nem lehet messze. De mit csinál? Kiabálni fogok. Erőszakos, szenvedélyes gazember. Ne a megboldogult férjem előtt, kérem. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Elmész? Igen, drágám. Megboldogultból egy is elég. Hol a társad? Megismersz, te gazember? A csukló meggyógyult, de ez megmaradt emlékül neked. Hol a társad? Beszélj! Válaszolj! Most már elég, Walker. Ne felejts el, hogy már az én területemen van. Nem tetszenek ezek a módszerek. Ne avatkozzon bele! Emlékezzék rá, hogy ez rám lőtt, és a bank, amit kifosztott, az én területemen volt. Beszélj, barátom. Hova rejtettétek el azt a pénzt? Milyen pénzt? Nekem ne ravaszkodj. A 25 ezer dollárt, amit raboltatok. Hogy raboltatok? Így állunk. A pénz hivatalosan nálunk van. Ezért igyekeztek annyira megtalálni minket, hogy betapasszák a szánkat. Mit akartál mondani? Nagyon egyszerű. A mi fedhetetlen serifünk és az ő lefizethetetlen segítői rászedtek. Igazán kár, hogy most nem áll melletted a társad. A közmondás is azt mondja, a bajban ismerszik meg a jó barát. Légy nyugodt, őt is el fogom kapni. Biztos kérni fog tőled egy autogramot. Nagy csodálója a tolvajoknak. Jól van. Jó utat, te mocskos fattyú. Kellemes itt tartózkodást, ügyes, becsületes polgárok. Ruházzátok fel a mezíteleneket! Emlékszik az evangéliumi tanításra, Bram testvér? Örömmel mondjatok le a földi javakról! Mi van nemesebb a nagy lelkűségnél? Az igaz keresztény örül, amikor adhat! Még hogy oda akart adni! Úgy kapaszkodott bele, mint egy polip. Ó, de mi van veled? Nyomaszt valami, Charlie testvér. Tárd fel nekem lelkedet. Az agyadat tárnám fel megnézni, mi fészkelt bele. Tisztában vagy te vele, hogy nyakig ülünk a szarban? Hogy most már rablásért és serifgyilkosságért is keresni fognak? De a dollárokat szétszórtad, mint a konfettit. Fakéz meg egyedül végzett magával. Igen, de nem tudjuk bebizonyítani. Úgy tartanak számon, mint két veszélyes banditát. Tudod, mit gondolok? Nekem jól van így. Nekem viszont nincs. De most már benne vagyunk. Ezért innentől kezdve komolyan csináljuk!
Összefoglalva, az egyik szakállas, fekete hajú, inkább sovány és nagyon magas, körülbelül 7 láb. A másik szőke, világos szemű, 6 láb magas, fürge, izmos, azt mondják gyakran nevet, minden ok nélkül is. Ez nem sok, de mint első leírás elég lehet. Kifüggesztem az egész államban. Hihetetlen, Hawkins. Nem gondoltam, hogy az az ügy mozgásba hozza a Pinkerton ügynökséget. Egy kirabolt bank, egy megölt sheriff, egy megtámadott tiszteletes. Ezek a bűnözők meggyalázták a civilizáció legszentebb értékeit, a gazdaságot, a vallást és a közrendet. Garantálom, hogy mostantól nem lesz könnyű életük. Jó napot, igazgató úr. Megint elkésett. Igen, uram. Figyelmeztetem, hogy mostantól nem tűröm el a legkisebb hanyagságot, Sir Smith. Ön mindig szórakozott, álmodozó, szétszórt. Ön a bank szégyene, Smith. Igen, uram. De hát egész éjjel dolgoztam a nyilvántartásokkal. Hazavittem, hogy ön parancsolta, uram. Figyelmeztetem, Smith. Vagy megjavul, vagy kirúgom innen. Igen, uram. Jó napot. Jó napot, atyám. Isten áldjon meg téged, fiam. Mit tehetek önért? Hát, én a bebörtönzöttek megsegítésén. Fáradozom, és hozzátok fordulok egy kis adományért. Adományért? Igen. Smith! Igen? Smith, ezerszer megmondtam már magának, hogy a fontos kérdésekkel én foglalkozom személyesen. Igen, uram. És mekkora összegre lenne szüksége, atyám? Amennyit adni tudtok, fiam. A mi bankunknál nincs határ, mint a biztosítónál. Csak megbízható garanciát kell kérnünk. Természetesen. Ha még valakinek kétségei lennének, ez bankrablás. Bátorság, barátom, nyisd ki a páncélszekrényt. És megáldom a dollárokat. Nem nyitom. Akár meg is ölhetnek. Ej, azt mondja, megölhetjük. Várjanak, hozom. Ide hozom a kulcsot. Téved, uram. Abban a fiókban csak a pisztoly van. A kulcs itt van, atyám. Tessék. Mindig szórakozott az igazgatónk. Rajta! Gyorsan! Ezt töltsd meg! Gyorsabban! Mozog már! Smith! Igen, uram? El van bocsájtva! Feltételeztem, uram. Smith! Igen, tiszteletes úr! El vagy véve! De... Nagyon köszönöm, atyám. Mennyi fizetést kérsz? 3%-ot, atyám. A szokásos banki kamat. Rendben van. Menjünk, mielőtt megjönnek az emberek. Smith! Mi az? Így megy el! Bocsánat, igazgató úr. Igaza van. Majdnem elfelejtettem megköszönni az állandó figyelmet, amit nekem szentelt. Ne hagyjon itt, tiszteletes! Szállj fel rajta! Ne! Mi az? Nem tudsz lovagolni? Nem! Ha most nem tanulsz meg, soha nem fogsz. Imádkozzon értem, atyám! Rajta, gyerünk! Na, menj már! Segítség, megtámadták a bankot! Indulás! Segítség! Segítség! Kirabolták a bankot! A barnának sötét szeme volt. Határozottan fekete. Fekete, mint ez. A szőkének beszédes szemei voltak. A barnának sűrű szakálla és előreugró álla. Igen, igen. Két teljesen különböző alak.
Lehet, hogy az a kettő volt. Jól nézze meg őket. Á, igen. Nagyon hasonlítanak. Sheriff, 2000 másolatot kérek. Gyilkosságért és rablásért keressük őket. $5000 vérdíj, élve vagy halva. Erre ráharap az összes fejvadász az államban. Pont ezt akarom. Persze. De ezek firkálmányok, nem fényképek. Hasonlítanak mindenkire és senkire. Nagy a kockázat, hogy jó néhány halottas kocsi fog érkezni, akiknek semmi közük hozzá. Az a fontos, hogy ez a kettő is rajta legyen. $235, $289, igen. Tessék, elosztottam. Mi az 3%? Túl kevésnek tartod a részedet? Túl kevésnek? Viccelsz velem? Egy évi fizetésem. Jó nagy kupac pénz. Pont ez az, ami zavar. Zavar? Természetesen. A pénz bankon kívül olyan, mint a halott. Ha nem fekteted be, nem hoz semmit. Nem gyümölcsözik. Nem gyümölcsözik? Ez mit jelent? Tudjátok, milyen kamatot adnak ilyen összeg után? Nem. Ne haragudj, de azt akarod mondani, hogy bankba kellene tenni? Persze. Zseni vagy 3%. Adjátok abba. Ne szüljetek nagy terveket ezzel a pénzzel. Úgy is elköltjük mind. Elszórakozzuk, Charlie? Nem, meggyógyítatunk Ben. Mindenek előtt túladunk a lovakon. Ezek lopottak, tehát kockázatosak. Igen, hogy ne. Legalább 6-ot kell vennünk, hogy mindig cserélhessünk. Semmi más nem kell csinálnunk, Mr. Mosoly. De meg kell... Meg kell tanulnunk jobb rejtek helyet választani. Tréfálva és nevetve... Eltöltöttük a délelőttet. A gond az, hogy megérjük az egyet. Számomra az a gond, hogy túléljük. Csináljatok valamit. Elhibáztad. Most nevetnem kéne? Szerintem ők azok. Hm? Bacs. Igen, Kurt. Te mit mondasz, Charro? Tessék, ezek a mi megbízó leveleink. Akkor benne vagytok? Összeálljunk? Mit szóltok hozzá? Miért ne? És mi még fejvadászoknak gondoltuk őket. Mi, Charlie? Persze. Pedig csak becsületes bűnözők.
Hé, te angol kóros! Igen, uram. És soha nem egy kis kerítésszaggatót, ha? Ne, nem, uram, én nem iszom alkoholt. Mi? Meg akarsz érteni? De, hogy ő csak vizet iszik. Vizet? Igen, igen. Igyál csak 3%. Ízlések különbözőek. Mi a véleményed, Charlie? Hát, ha nem jönne össze a dolog, még mindig alapíthatunk egy cirkusz, nem? Monsieur, mesdames, faites vos jeux, s'il vous plaît, faites vos jeux, messieurs, mesdames. Merci, merci, faites vos jeux, merci, madame, faites vos jeux. Rien ne va plus, rien ne va plus. Zéro. La maison a gagné. Jaj. Zéro, monsieur. Oh! Mit csinál ez? De hát mit csinál? Nézzék el neki. A barátom nem nagyon jártos ebben a játékban. Nagyon egyszerű fiú, ha lenne valaki olyan jó és elmagyarázná neki. A nulla jött ki, uram. Eh? Az a kerekszám nyert. Mint ennek a csöve? Vagy mint a lyuk, ami az először megmozduló homlokán lesz. Állj! Mindenki feláll. Semmi tréfa. Lássam mindenkinek a kezét. A többiek ide. Gyorsan. El onnan. Te is. Elég lesz. Fel a kezeket. Jó magasra! Ügyes főnök! Ha véletlenül leesik egy gyertya, a szátokba lövök. Tömör arany. Ezt nézd meg, főnök. Nagyon szép. Igazi ajándéktárgy. Boldog születésnap. Nincs neki születésnapja. És te nem vagy főnök. Mehetünk be.
Monsieur, bankot robbantottunk. Rien ne va. Mekkora csalódás. Azt hittem, az a kettő sokkal okosabb. Mit akar ezzel mondani? Volt egy nagy előnyük. Nem ismerjük a nevüket. Még egy fényképünk sincs róluk. És ők? Társulnak három akasztófa virággal, akik egy gyilkosságért és rablásért keresnek, akiknek a kép az összes megyében ki van tűzve. Nem tudom, tisztában vannak-e a bajjal, amibe kerültek. Elosztottam mind. Ügyes vagy. Igazi bűvésznek látszol. Nagyon kedves. Csak hogy ezeket a dollárokat még egyszer megszámolod egyesével is lassan. Bocsánat, uram, nem értem, csak nem hiszed, én... csak azt hiszem el, amit látok. Kezd el újra a számolást. Megértetted? Igen, uram. Hé, hey, hagyd őt békén. Én megbízom Smithben. De én nem. Akkor azt hiszem, el kell döntenünk, hogy melyikünk véleménye ér többet. Ó. Bocsánat. Szabad. Ó, igen. Akkor én inkább, igen. És ezzel az ügy lezárul. De nem velem! Tréfálva és nevetve eldöntöttük mindörökre. Ki parancsol itt? Az ügy lezárult. Most fogjátok a cuccotokat és takarodjatok. 10 nap múlva jelentkezzetek. Ismertetni fogom veletek a következő balhét. Rendben. Rendben van, főnök. Yeah.
Akár el is mehetnénk. És hová akarsz menni? Ha ők éjszakra mennek, mi délre megyünk. Egyértelmű, nem? 10 nap alatt jókora utat megteszünk. Mi 10 nap múlva itt leszünk. Nekem nem tetszik, hogy pisztollyal a párna alatt kell aludnom. A kapott lecke után nem próbálnak többet hőzöngeni. Hé, Ben barátom, idióta tökfej vagy. És ha folytatod a játékot a kígyókkal, halott tökfej vagy. Te azt csinálod, amit én mondok. Úgy látszik, találtam magamnak egy főnököt. Miért is ne? Ezt a címet megszereztem magamnak. Miközben te csak ott álltál, és a kis ujjadat sem mozdítottad meg. De te jól helytáltál egyedül is. Hm? Öröm volt bámulni engem, igaz? Pontosan. Cross-eyed man, he said to me, let it rain or let it pour, but I don't care if the sun won't shine. I've been here and I've been there, I even been to Arkansas, where I found me a friend. I call him my friend. Let it rain, I said, let it pour. I don't care if the old man snores. West of the Great Divide, I'm going east to Santa Fe. Grab me a ride, we're riding blind, going down the county line. Let it rain or let it pour, I can hear the people say. Play a song, it won't take long, like a natural ragtime band. Big Lake Ida, she can't get high, she just sits and sings the blues. Oh yeah, been told. Hey, mi az ördögöt csinálsz a pisztolyommal? Tudod, Ben, arra gondoltam, hogy a főnök mesterség nagyon nehéz mesterség. Vannak különböző szabályok, amiket ismerni kell. Például? Első. Egy főnök soha nem válik meg a pisztolyától. Na gyerünk, add ide. Egy főnök soha nem fordít hátat senkinek. Smith, a pénzes táskát. Azt hittem, a barátom vagy. Harmadik, egy főnöknek nincsenek barátai. Főleg akkor, amikor közöttük áll az a mocskos dolog, amit pénznek hívnak. Gyáva vagy. És gazember. Te meg idióta. Csak meg akartalak leckésztetni. De ezt ne felejtsd el. Mert mostantól egyedül fogsz dolgozni. Ha bajba kerülsz, Silvertownban megtalálsz. Megállj! Negyedik. Egy főnök mindig ellenőrizze a felszerelését. Minden darabját. Ötödik és utolsó. Ne ölj!
És így legyen. 31, 32. Az ég áldjon. Az Úr figyel téged. Fel tudod váltani, testvérem? Tessék, atyám. Az ég áldjon. $50,000 a legutóbbi rablásból, és... És azt ajánlod, hogy a hozamából éljünk? Tréfálben, te gondold meg, $50,000 betenni a bankba, az kamatozna nekünk összesen... 3%-ot. Zseni vagy. Megcsináljuk a rablást. Lesnek halottak. Meggondoltad magad? Ne. Tervet változtattam. Nem dörren egy lövéssel. Ők a zsíros bankokban várnak minket? A nagyvárosokban? Akkor mi egy kis bankot fogunk választani, egy kis faluban. Persze, egy kis páncélszekrénnyel, tele kis dollárral. Miért ne? Még üres is lehet. Szerintem üresség csak a kalapod alatt van. Ti idióták gyülekezete! Megmutatom nektek, hogy lehet bemenni egy bankba, ahol üres a páncélszekrény, és kijönni $100,000. Természetesen ki kell választani a megfelelő helyet. Például... Silvertown. Miért pont Silvertown? Azért, mert a legmocskosabb, legtetvesebb az összes határmenti falu közül. Egy évvel ezelőtt még tele volt emberrel és lóvéval, de aztán bezárt az ezüstbánya, és egyik pillanatról a másikra eltűntek, mint patkányok a süllyedő hajóról. Hát, ilyen Silvertown, elhagyott és málóházakkal, egy elfelejtett lyuk, egy olyan undorító hely, ahol mindenki, aki itt lakik, egy élő roncs. Ahhoz is gyáva, hogy tovább álljon innen. Sheriff, két utazó! Nem szeretem az utazókat, be van sózva a seggük. Játsz, játsz, játsz! Napot, uraim, mit adhatok? Kolerát, ha nincsenek tisztább poharak ebben a disznóólban. Na, mit mondtam? Be van sózva a seggük. Ki mostam, uram? Remek. Önts nekünk két újnyit a legkevésbé mérgezőből. Először járnak Silvertownban, uraim. Miért? Ez olyan hely, ahova kétszer is lehet jönni. Itt szándékoznak éjszakázni? Hát, még nem döntöttem. Itt vagy a Grand Hotelben. Grand Hotel nincs, de a faluházai üresek. Válasszanak egyet, leszednek néhány pókhálót, és királyi helyük lesz. Nem aludnék nyugodtan. Kevés bizalomgerjesztő arcot láttam. Látják? Én nem hordok pisztolyt. Láttad, Sheriff? Az idegen nem hord fegyvert. Nem szeretem az idegeneket. Jönnek, mennek, be van sózva a seggük. Játsz, 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 játsz. Akarnak venni egy puskát, egy pisztolyt? A bolt az enyém. Itt van két lépésre. Pont a bank mellett. Itt bank is van? Természetesen. Aha, ez érdekes. És hány órakor nyit? Nem sokára. Pontosan 3-kor. Éppen annyit mutat. Igen. Szép óra, igaz? Igen, igen. Egy barátomtól kaptam. Már nagyon régen. Mennyi lesz? $0.50. A táskát 3%. Ó. A többi a tiéd. A táska tömbbe van dollárokkal. Nehogy azt mondta, hogy nem szereted a dollárokat. Dollárok, apró pénzek, arra valók, hogy besúzzák a seggedet. Játsz, 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 játsz. $0.50. $0.50. Nem. $1.
Nyertem, becsaptalak, blöföltem. Becsaptalak. Ha nincs semmi a lábad között, vagy szarba fulladsz, vagy templomban énekelsz. Fiatal úr! Az előadás. $52,600, s önbe akarja tenni ide, Sr. Bello? Miért, ez nem bank? Dehogy nem, csak ilyen óriási összeg. De a páncélszekrény ugye az biztonságos? Nagyon biztonságos. Szabadalmaztatott modell, átfoghatatlan, dinamit biztos. Rögtön megírom a nyugtát. Végül is nyugodt lehetek? Tudja, ez a sok bankrablás, amiről hallani lehet, én ettől nem is... Ettől a pillanattól kezdve az ön pénzért a bank fog felelni. Ah. Nyilvánvaló, ez csak egy leányfiúk, de a világ egyik legnagyobb bankjáé. Ezzel az elismervénnyel ön felveheti a pénzét ott is, amikor akarja. Még New Yorkban is, San Franciscóban, vagy egyenesen külföldön. Tessék! Köszönöm. Rendben van, igaz? Hm? Igen, minden szabályos. Azonnal beteszem a pénzt, ne a pánc... Ne zavartassák magukat! $100,000, fiunk. A főnök előre számolt mindennel. Kivéve ezt a kis változtatást. Gyávák! Ben! Tudja megállítani egyetlen lövéssel. Mondott te. A pénz! Álljatok meg! A táska a pénzzel! Gyorsan, te idióta! Szedd fel és tűnjünk el innen! Serif, kötelességed csinálni valamit. Neked? Igen. Várj csak. A rám ruházott hatalmamnál fogva és még sok más, kinevez nekem egy a serif hívé, stb. És most, barátom, sozd be a seggedet, és te is láss munkához. Végeztem. Egészségedre. Köszönöm. Azt hiszem, legjobb lenne segítséget kérni. Minden rendben? Ben, válaszolj! Ben! Eltaláltad őket, igaz? Nem. Még nem.
De amíg a pénz itt van, ők is itt maradnak. Nevetve és tréfálva hagytuk magunkat átverni. Az én bűnöm, Smith. A bankodban kellett volna hagyjalak. Nem. Nem, barátom. Csodálatos kaland volt. Akkor is, ha rövid volt. Ha nem találkoztam volna veled. Egy rohadt ablak mögött öregedtem volna meg. Mások pénzét számolva, kiszámítva a szokásos kamatot. A 300%-ot? Persze. De veled valaki lett belőlem. Bel, egy férfi. Egy igazi férfi. Silverton! Ismeritek? Van erre egy elhagyott falu, körülbelül 30 mérföldre. Jó néhány óra kell, hogy odaérjünk. Szedjétek össze az összes férfit. Indulás! Hát te honnan jössz? A tyúkolon át, elértem a telegráfot. Az erősítés 2 óra múlva itt lesz. Mindjárt megérkeznek a fegyveresek. Nem sokára több csillag lesz itt, mint az égen. Visszaszerezted a táskát. Te nagyon hülye, akkor miért nem lépsz olajra? Mert megölték 3%-ot. A barátom volt, és én még halottan sem hagyom itt a barátomat. Végül is nem tartozik rád. Csak azt akarom, hogy hord el magad mindjárt. Csak azért nem verem szét a pofád, mert túl hangos lenne. És most nagyon veredheted magad. Gyönyörű látvány lesz, amint kifröccsen a fűrészpor a fa fejedből. Charlie, bocsáss meg. Tudtam, hogy nagy a kockázat. Csak nem akartam elismerni, hogy neked van igazad. És 3% vesztett rajta.
És ezért voltam dühös, de nem rád, hanem magamra. Tudom. Persze. Te mindig mindent tudsz. Akkor azt is tudnod kell, hogy ez az ügy csak rám tartozik. Addig menj innen, amíg nem lesz túl késő. Nekem itt kell maradnom. Nekem végig kell csinálnom. Bármilyen áron. Tréfálva és nevetve. Én mindig nevetek, de most nem tréfálok. Égj veled, barátom. Átvertek minket. Már messze járnak a pénzzel. Nem, még itt vannak. Még itt vannak. Érzem. Ennek az átkozott falunak valamelyik zugában. Thank you.
Kurt! Hallasz, te kurva pecér! Mit akarsz? Bármelyik pillanatban a nyakunkra jöhet egy csapat feldühödött fegyveres! És akkor mi van? Akkor? Nem szeretném felakasztva végezni, ezért ajánlok egy egyességet. Smith meghalt. Charo is. Tudod, mit gondolok, Ben? Hogy elfogyott a töltényed. Nos, mi a válaszod? Várom. Hallottad a válaszomat? Rendben van, Ben. Kimegyünk és eldobjuk a pisztolyokat. Emlékezz, Kurt! Azt mondtuk, mint két úriember. És trükkök nélkül. Tudod, Kurt? Charlie barátom azt mondta, hogy veszélyes vagy, mint a kígyó. Én azt mondom, nem igaz. Szerintem csak egy féreg vagy. Gyáva féreg. Akinek csak hátba lőni van mersze. Ki tudja, kinek van igaza, Kurt? Mehetünk. A fegyveresek! Itt vannak a fegyveresek, itt vannak! Jönnek! Jönnek a miénk! Sheriff! Sheriff! Jönnek a fegyveresek! Megmenekültünk! Megmenekültünk! Szép itt. A francba. Nem érgelődj. Tréfálva és nevetve, itt mindig delet érzel. De láttad, hogy lekoptattuk őket? Ki lehetne még olyan ostoba rajtunk kívül, hogy elbújik egy sivatagban?
Sivatag! Azért ez túlzás. Mint egy homokos tengerpart, körülbelül 50-100 mérföld. Csak egy rövid séta. És túl vagyunk rajta. Gazdagok vagyunk. 50 000 dollár. És másik 50 000 az átvételi elismervényen. Az 100. Indulás, morgó medve! Rajta! Vidámság! Hagyd abba, te bohóc, még kinyílik a sebed. Milyen sebem? Nagyon jól vagyok. Ragyogó formában. Soha ilyen jól nem voltam. Charlie! 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 Megmenekültünk, Charlie! Megütötted magad? Nem. És a sebed? Nem is vérzem. Szabálytalan vagy. Ez alkalommal megbocsátok. Te menj a pokolba. Hé! Mi csinálsz? Elcsüggettél? Már csak 99 mérföld. Egyet már megtettünk a kocsi után. Alig, hogy megérkezünk az első faluban, majd meglátod. Eszembe jutott egy világrengető ötlet. Óriási ötlet, meglátod, Charlie. Mesés, fantasztikus, szenzációs ötlet. Charlie, alapítsunk egy másik társaságot. Let it rain, I said let it pour. I don't care if the old man snores. West of the great divide. I'm going east to Santa Fe. Me a ride, we're riding blind, going down the county line. Let it rain or let it pour, I can hear the people say, play a song, it won't take long, like a natural ragtime band. Big Lake Ida, she can't get high, she just sits and sings the blues. Oh yeah. Let it rain, let it pour. I just don't care, I'm talking now. Let it rain or let it pour. I just don't care, now I'm going, I'm saying. Let it rain.